Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, Csatlós István vagyok. Önök most a Microsoft Office 2010-es oktató videó szövegszerkesztés oktató videóját látják. Ennek az oktató videónak a célkitűzése a következő. Azon túl, hogy a 2010-es verzió lehetőségeit bemutatja, szeretném magának a szövegszerkesztésnek a lényegét megmutatni mindenki számára. Ez alatt a következőket értem. A jobb oldalon látható egy olyan dokumentum, amely 12 oldalas dokumentum, és ebben a 12 oldalas dokumentumban egy kisváros Szentendre bemutatását követhetjük nyomon. Szentendréről szól ez a kis leírás. Na most ennek a dokumentumnak a forrásállománya megtalálható a lemezen, és a hozzátartozó képek is, amelyeket a bal oldalon láthatunk, szintén megtalálhatóak a lemezen. Miért beszélek én a bevezetőben erről? Nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy a szövegszerkesztés végül is min alapul. A szövegszerkesztés lényege a formázás. A formázási egységeken alapul, amely formázási egységek közül a legkisebb a karakter, aztán a bekezdés, szakasz és a teljes dokumentum. A formázási egységeket akkor tudjuk nyomon követni igazán, hogyha látjuk a nem nyomtatható karaktereket a szövegben, amelyeket nagyon sokan nem is szeretnek látni, megjeleníteni. Hát nézzük meg, mennyi nem nyomtatható karakter van most nekünk ezben a szövegben, ezen a néhány oldalon. Például a pi, akkor ezek a nyilak, a pontsor, az oldaltörés pontsora, a szakasztörés dupla pontsora, mindegyik külön jelentőséggel bír a szövegszerkesztésben. És ha ezt nem tudjuk megfelelő módon használni, akkor nem tudjuk rendszerezni a szövegszerkesztési ismereteinket, és bár lehet, hogy megfelelő eredményeket és tudjuk megfelelő módon szövegek is középre igazodnak. Talán még annyit szeretnék mondani, hogy a képeket, ezeket a képeket Siffer János fotóművész készítette, úgyhogy ő tőle való. Még ezt az egy képet a következő oldalra el lehet helyezni, mert itt a, ha jól emlékszek, a szőlőszentelés, igen, tehát itt megjelenik a borászat, és ez egy borospince, úgyhogy ezt ide nyugodtan el lehet helyezni. Hát ez egyébként sem egy túl nagy méretű kép, úgyhogy ez itt nyugodtan elhelyezhető. Na hát, mi mindennel fogunk foglalkozni, tehát karakter, bekezdés, szakaszformázásokkal, a teljes dokumentumra vonatkozó beállítási lehetőségekkel meg fogjuk nézni, tehát a nem nyomtatható és a nyomtatható karaktereknek az óriási szerepét, és hát emellett meg fogjuk ismerni azokat a műveleteket, amelyek lehetővé teszik, hogy szép, kellően illusztrált dokumentumokat készítsünk, mint például ezeket, amit itt látunk. Hát ezeket az üres helyeket még a ott látható képekkel, vagy más interzek egyébként internetről letöltött képek ki lehet egészíteni, és így lehet teljesíteni a dokumentumunkat. Én kívánok mindenkinek eredményes tanulást!